Amíg élek, remélek. Ez volt a mottója a törökbecsei Assisi Szent Klára katolikus plébánián megtartott középbánáti hálótalálkozónak, melyre Vajdaság több településéről érkeztek résztvevők. Az összejövetel előadója főtisztelendő Brückner Ákos ciszterci atya volt, aki a Remény a családban témaköré építette előadását. Gondolataiban kifejtette, minden embernek kölcsönösen felelősnek kell lennie a másikért. Az üdvösség művét közösen kell szolgálnia a férnek és a feleségnek, a szülőknek és a gyerekeknek, rokonoknak, hozzátartozóknak, ismerősöknek. Én nem csak negatívumot látok, rengeteg pozitívumot, csak az nem közismert, mert a Duna tetején is a szenny úszik, mélyben tisztább a víz. Azt szeretném mondani, hogy valóban amíg élünk, remélünk, Proász Otokának, a nagy székesfehérvári püspöknek, a hazánk lelki nagy, magyarság lelki nagy támaszának a szavát idézem, és ezért jöttem ide, hogy a reménynek a mélységét mutassam, mind az emberi tartásban, élni akarásban, mind a családok összetartozásában, mint pedig a Jóistennek és az egyházak a mélységes, bizalmas, teljes, bizalmteli szeretetében. Hát ezért jöttem, ezt tanúsítsam, és hazajöttem ide, mert olyan esik ennyi testvér között lenni, ha most itt jelen vagyok. Még sose jártam itt Törökbecsén, de annál jobban örülök, hogy végre eljuthattam. A háló alapvető működése a közösségek közötti kapcsolatépítés. A háló magyar kezdeményezés őrzi és építi nemzeti értékeinket, és egyúttal közös szolgálatra törekszik más nemzetekkel. Tevékenysége elsődlegesen a Kárpát-medencében zajlik. A háló az embereket abban segíti, hogy teremtettségből fakadó hivatásukat megtalálják és megéljék. Az emberre a maga teljességében tekint, beleértve lelki, szellemi, fizikai létét, hogy élete igényes és minőségi legyen. Amikor a háló született, Puhás Zoltánnal, meg az András barátommal, annak idején már akkor együtt voltunk, barátságban, kezdett ott egymásra figyelünk, és többször voltam hálótalálkozón, feltétlenül a Zánkai, voltam Tatán és sokféle más helyen, és ahol lehet, egyszer meghívtak Nagyszombaton, nem is egyszer, már kétszer is talán. Hát nagyon örömmel szolgálom a hálót, és nagyon örülök annak, hogy a Kárpát-medencében ez egy ilyen hatalmas összefogó, egy jóindulatú háló, nem egy kerítő háló, hanem egy békét és összetartozás jelentő háló. Évente délvidéken 13-14 rendezvény találkozót szervez a háló, és itt gondolok találkozókra, képzésekre, lelki gyakorlatokra, táborra és a többi. És egy ezek közül a középbánáti háló találkozó a törökbecsei. Nagy öröm számomra, hogy ez most már folyamatos, évről évre törökbecse megszervezi a találkozót, és nem marad el. 8 éve ezelőtt Makó Róbert barátunk, aki időközben mostan külföldre ment, megszervezte törökbecsén az első hálótalálkozót, és én gondolom, hogy akkor voltam itten először, és nekem nagyon megtetszett ez a mozgalom, amelyiket én mindig úgy szoktam reklámozni, hogy két lábon járó mozgalom, földön járó mozgalom. Se nem akarom kiemelve bármelyik mozgalmat, vele nézve a másik mozgalmat, hanem én az is nevezem lábon járónak, mert itt az emberek egymást megismerik elsősorban. Élettapasztalatokat cserének, ki el fogja mondani, ki pedig meg fogja hallgatni. Valakinek van többlete, van akinek van hiánya, és úgy érzem, hogy a háló mozgalomba emberközi kapcsolatok által föl tud töltődni. És abban a reményben, hogy Szent Illeknek a munkája, az munkálkodik persze bennünk, és segít arra, hogy ez a csere létregyűjjön. Nagy örömmel szervezzük minkitten Törökbecsén, és Vajdaság szert ezeket a találkozókat, mert ebbe a szellembe érezzük, hogy tudunk segíteni magunknak, közösségünknek, az egyházunknak és magának az emberiségnek, hogy az egyének tudjanak bekapcsolódni a közösség munkájába, és a közösség ezáltal tudjon nekik segíteni, hogy
kiteljesedjenek, hogy épább legyenek. Délvidéken 30 önkéntes területi felelős működik és szervezi valójában a hálót, és mi őket bogozóknak hívjuk. Minden ilyen kerületnek, mi ezt kerületeknek nevezzük, van egy felelőse, és természetesen nem egyedül szervezi, hanem csapatmunka ez. A bogozó körül mindig kialakul egy lelkes szervező csapat, akik felvállalják, és önszántukból ők kérik, hogy szervezzenek hálótalálkozót, tehát nem felülről a délvidéki hálóiroda mondja meg, hogy na most ti szervezetek, csináljatok valamit, és nem kell bögdösni őket, hanem önkéntesen jelentkeznek, és szervezni akarnak dolgozni, tenni a közösség érdekében. Így évente délvidéken olyan becslések szerint legalább 1000 ember fordul meg ezeken a találkozókon és rendezvényeken, és emellett pedig a délvidékiek más régiók találkozóit is látogatják. Gondolok itt Partiumra, így mennek a délvidékiek Resica bányára, Temesvárra, Aradra, Nagyváradra, Szegedre, tehát a délalföldi régióba, Bajára, tehát mindenhová megyünk, hogy így mondjam, és ez egy nagyon jó érzés, tehát egy összetartozás érzését erősíti az összetartozást valójában, hogy egy nemzethez tartozunk, és fontosak vagyunk egymás számára. Minden háló találkozó elmaradhatatlan része a kiscsoportos beszélgetés. Ennek meghitt hangulatában a résztvevők nem csak az előadó által megadott szempontok szerint gondolhatták tovább az előadást, hanem személyes tapasztalataikat, élményeiket, olykor a megnyílt szívek fájdalmait oszthatták meg egymással. Ezt követően a Magyar Keresztút állomásainak végigjárásával, a gyónási alkalom kihasználásával és hálaadó szemmisével zárult a találkozó.